Élő zenés próbát tartott a Heimat ifjúsági csoportja. Minősítőre készülnek, ezért töltötték az egész szombatot a Petőfi Sándor művelődési házban. Srot Márta 4 éve csatlakozott a bátaszéki svábok tánccsoportjához. Nekem a tánc igazából egy ilyen kikapcsolódás a sűrű hétköznapokból, mert ugye most iskolát is váltottam, és akkor ezután már így ide kikapcsolni járok, meg így igazából jó a társaság is, meg nagyon jó itt lenni. Hát először is nagyon izgulok, mint szerintem mindenki, de viszont jól indulunk neki, szerintem viszonylag jó, sőt, nagyon jó produkcióval álltunk elő, és szerintem jól fog sikerülni. Igazából mindegyiket szeretem, de hogyha valamelyiket ki kéne emelni, akkor az Ámraus lenne. Nagyon jó itt lenni, meg eleve itt Gabi néni ugye itt pátyolgat minket, meg igazából jó őrizni szerintem a hagyományokat. Aprit Zsóka kezdetektől jelen van a csapat életében. Én közelstóva 6 éve járok ide táncolni, és igazából ez egy félig meddig légből kapott ötlet volt, ugyanis nekem az öcsém előbb kezdett el táncolni, mint én. Viszont én egészen kislánykorom óta csodálattal néztem a Heimatnak a táncát, és én elhatároztam ilyen 4-5 évesen, hogy én mindenféleképpen itt szeretnék táncolni, életem során valamikor, és hát ez az álmom valóra vált, és szerencsére már 6 éve csinálom. Úgy gondolom, hogy már mindenki nagyon-nagyon izgul, és nagyon-nagyon várjuk ezt a megmérettetést. Egy kicsit nagyobb az izgalom, mint szokott lenni, mert elég távolra utazunk, és ez mindig egy sokkal-sokkal nagyobb falat. Szóval ez egy kicsit most más, és elég régen minősültünk utoljára, 2020-ban talán, szóval több szempontból is más ez, de nagyon-nagyon várja mindenki. Összesen 6 párral dolgozunk, és sajnos már csak 2 fiú maradt. A csapat az igazából mikor milyen, mert elég sok minden történt így a nyár folyamán, így a csoport életében, ami így néha széthúzáshoz vezetett, de úgy gondolom, hogy ahhoz képest, ami mögöttünk van, nagyon szépen egyben maradtunk, és én ennek nagyon örülök. Nem szeretnénk olyan elvárásokat támasztani magunk felé, amik később csalódást okozhatnak, de megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból, és minden eredménynek nagyon fogunk örülni. Általában hétfőn és pénteken szoktunk próbálni, de ma egy egész napos próbát szerveztünk, hogy ezt az egész minősülős produkciót minél szebben össze tudjuk rakni, és egy minél színvonalasabb műsorral tudjunk ott felállni a színpadra. Mindig nagyon-nagyon örülünk, hogyha egész napos próbát tartunk, mert ilyenkor, hát főleg a szünidőben szoktunk játszani, beszélgetni, és ez még jobban összehozza a csapatot, de természetesen mindig a táncra és az énekre van kihelyezve az egész nap. A csapat Budapestre utazik a megmérettetésre. A Landesrat 10. alkalommal hirdette meg a tánc minősítő versenyét, ami hát 3 éves rotációban szokott működni, ugye váltóban van az ének, a zene és a tánc, ugye, ének, zene és a tánc. Most ugye a vírus végett, ez csúszott, és most november 19-ére sikerült végül is összehozza maga a Landesrat szervezet. Ők már pont az a korosztály, akik most már ifjúsági, de 18-ban voltam velük először a Landesrat által szervezett szintén ilyen tánc minősítő versenyen. Hát akkor még ugye 1,5 éve táncoltak, hát első neki rugaszkodásra ugye ezüstöt hoztunk el, azért én úgy gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon szép eredmény volt. Most viszont azért elteltek az évek, fejlődtünk, okosodtunk, remélem, de most viccet félretéve, igen, egyfajta megmérettetés az mindig egy jó dolog, mert akármilyen kritikát is kapunk, azért mi megpróbálunk azokból mindig építkezni, mert én azt vallom, hogy a dicséret jó, szép, mit tudom én, ennyi, de hogyha van egyfajta olyan építőjellegű kritika, akkor abból viszont tudunk építkezni. És én úgy gondolom, hogy a csapat jó, sőt nagyon jó, és hát most megpróbáljuk, hogy esetlegesen ennyi időtávlatából mi az, amit bemerünk vállalni.
két fiú, lány. Egy, két fiú, lány. Bár csak két fiú táncol már a Heimat ifjúsági csapatában, próbálják megőrizni a hagyományaikat és azt a jelleget, amit még az alapító Glöckner János lefektetett 45 évvel ezelőtt a tánccsoport alakulásakor. Eredeti bátaszéki népdalokat viszünk. Ugye a műsorunkat úgy állítottam össze, hogy hát azért, ha bátaszéken táncolunk, bátaszékiek vagyunk, akkor a tánccsoport is tanulja meg a bátaszéki népdalokat, és a János bácsi ugye a valamikori alapítónak a koreográfiáiból választottam hármat, ami ugye, ahogy az énekekbe is a párválasztás, az azért a fő dolog, egy kicsit ilyen pajzán dolgok is vannak benne, de a táncoknál is nagyon-nagyon jellemző a játékosság, az incselkedés, van benne ugye rendesen ritmikailag tempó, szóval nem ez a lassú, nem kimondottan a magyarországi német, ami akár Horákféle gyűjtés, vagy egy-egy településen, ami úgymond még fellelhető táncokat csináljuk, meggyakoroljuk, hanem ha már van, meg volt, jobban mondom, most már csak volt ugye nekünk egy vezetőnk, egy gyűjtő, aki föltette az életét arra, hogy ő összegyűjti a lépéseket, motivumokat, és azokból csinál koreográfiát, és hát most úgy döntöttem, hogy akkor ezekkel a táncokkal fölállunk, és megmutatjuk, hogy mi vagyunk a bátaszéki Heimat.